Por un minuto y medio tiene la palabra el señor Ader. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Ne szépítsük a dolgokat, Koppenhága bukás. De nem ezzel szeretnék foglalkozni, hanem azzal, hogy inkább a mások kritikája helyett csepregessünk a saját házunk előtt. Lássuk be, hogy a kudarc egyik oka az volt, hogy Koppenhágában nem volt egységes Európai Uniós álláspont. Sem a CO2 kvóták tekintetében, sem pedig a finanszírozás kérdésében. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a sikeres tárgyalások előfeltétele, hogy legyen Európai Uniós egységes álláspont. Ez igaz. Mi kell ehhez? Ez az kell, hogy mind a bizottság, mind pedig az Unió összes tagországa ragaszkodjon Kyoto betűjéhez és szelleméhez. Magyarország, Lengyelország, Románia, Bulgária, a balti országok, Szlovákia és Csehország túl teljesítették kiotói vállásaikat. Ezért értékesíthetik CO2 kvótájukat. Nem tisztességes, nem fair, nem korrekt a bizottság és a többi Európai Uniós tagország részéről, hogy ettől a lehetőségtől ezeket az országokat meg akarják fosztani. Koppenhágában Lengyelország és Magyarország tett egy kompromisszumos javaslatot. Ennek a lényege, hogy maradjon meg a kvótaértékesítés lehetősége 2012 után is, de meghatározott mennyiséget értékesíthessenek évente, és a pénzt zöld beruházásokra fordítsák. Mi tettünk egy kompromisszumos javaslatot a közös Európai Uniós álláspont érdekében. Most a bizottságon és a 15-ökön a sor. Annál is inkább, már csak azért is, mert Magyarország, Lengyelország, Románia és a többi ország nélkül a 15-ök nem tetszeleghetnének, amit teljesítettük a vállalásunkat szerepében, hiszen a 8% vállalás helyett csak 5,5%-on tartanának. Köszönöm a figyelmet. Gracias, colega. Tiene la palabra por minuto y medio también la señora Grosstetto. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La négociation a mis en avant l'échec de la stratégie de l'Union qui entendait entraîner les autres dans son sillage en étant la plus vertueuse. Il y a eu en réalité un gouffre entre la rhétorique sur une Union européenne se voulant leader